Ha valaki fel akarná fedezni a gemenc sajátos ártéri hangulatát, annak Báta és Bogyiszló között jelentős területet kellene bejárnia. A Baján és környékén élők azonban szerencsés helyzetben vannak. A várostól délnyugatra a Duna és a Szeremlei Dunaként folytatódó Sugovica szigetet alkot. Ezen a szigeten minden gemenci jellegzetesség megtalálható. A töröktől sanyargatott köznép szerte a hazában, ahol csak tehette, lápokba, mocsarakba menekült. Így lett lakott hely a védelmet nyújtó szigeten megbúvó falucska, Pandúr is. A vízjárta terület oltalmazott ugyan a török ellen, de a gyakori áradások meg is nehezítették az itteniek életét. A szabályozás előtti Duna is kitartóan faragta a szigetből azt, amit korábban megépített. Végül 1779. decemberében egy fagyos áradás megpecsételi az amúgy is megfogyatkozott pandúriak sorsát. Végleges búcsút kell venniük lakhelyüktől, mely oly sokáig volt védelmezőjük. Pandúr falucska kihal ugyan, de maga a sziget mindmáig híven őrzi az egykori település nevét. Az árterület közelében munkálkodó ember foggazdálkodása követendő példa a természettel harmóniában élők leleményességére. A múltban az ártéren vegyesen történt legeltető állattenyésztés, gyümölcs- és növénytermesztés, halászat és erdőgazdálkodás. A Pandúr-sziget több célú hasznosításában szerencsére napjainkban is érvényesülni látszik ez a szemlélet. A sziget északi felén idővel üdülőövezet alakult ki. A nyárigáttal védett területrészeken 850 cm alatti áradásig szántóföldi művelés folyik. További területei az erdő- és vadgazdálkodást szolgálják. Jelentősebb halastó ugyan nincs a szigeten, de az áradásokkal frissülő egykori anyagnyerő helyek a bennük csapdába került halállománnyal közkedveltek a horgászok körében.